Ritkán szoktunk találkozni, örömmel üdvözöllek itt a Lajos Mizsei piacon. Végis te Lajos Mizsének egy emblematikus figurája vagy, be kell, mondjuk őszintén a kamerába. Azt hiszem, hogy mondjuk így ebben a formában nem biztos, hogy mindenki felismer már, mert meglehetősen megnőtt a szakál. Ez egy álszakál. Jó, el tudok mögötte rejtőzni. Ez egy lelket rejtesz el veled? Hát a felfogásom nem stimmel az átlagos felfogással, de nekem ez így remekül működik, és nagyon könnyen fönn tudnak akadni azon, hogy miért nem úgy fogom föl a dolgokat, ahogy mindenki más. Persze mindenki más nem tudja egyféleképpen fölfogni, mindenki más másféleképpen fog fel mindent, csak remekül bőfölnek. Én meg még keveset éltem ahhoz, hogy megtanuljak hazudozni. Ez valóban, de akkor mit akarsz a szakállal? A békének a garanciája, hogy békén hagyjuk egymást, egymás felfogásának a kikutatása területén, így aztán békésebb marad az élet. Én úgy tudom, hogy neked van, hogy is mondjam, ilyen lelki, hogy kezd fogadni, hogy segít nekem, hogy mit is jelent ez, hogy ilyen lelki tanácsadás, vagy vallás, vagy mit, nem, nem, nem vallás, szelíd gyógymód, és a tanulságainak a közkincsététele, hogy ami bennünk akadálytalanul helyesen működik, avval ellentétes felfogást ne tanuljunk el egymástól. Hát ez szépen hangzik, de a gyakorlatban hogy lehet ezt megvalósítani? Tehát tele van a világ ellenséges elemekkel, ezekkel állandóan harcban állunk. Világtalanság, vagyis homály, aminek terjesztői vannak, a homály magától nem terjed, ahhoz ügynökök kellenek. Hát ez, abból vannak bőven. Ez pedig, amit én képviselek, hogy felfénylik egy tiszta összefüggés, ezt nem kell terjeszteni, a fény magától terjed. Tehát ez, mások is rájöhetnek ugyanúgy, mint én. Ez szellemi értelemben mondod? Praktikus a szellem fényére gondolsz? Az összefüggések tiszta, igen, fényére. Ja, meglátni a tisztán? Okokozat tiszta fényére. Aha. Értem. Mindenféle... Ez egy Nietzsche-i szinten? Nem, egyszerű vascsabás. Vascsabás szinten? Persze. Na de, bocsáss, semmi filozófia, a filozófia mindig valami rendszert alkot, és ami nem fér bele, akkor azt tagadja. Vascsaba a filozófiája micsoda? Hogy nem kell filozófia, nem kell abból rendszert csinálni, amit felismertünk, hanem egyszerűen csak hasznosítani. Hát nagyszerű, de hát végig is a működéshez kell valami működési szisztéma. Tehát csak úgy spontán... Mítoszok kellenek az embereknek. A mítoszok embereknek, is lehet nevezni. De azokat az élet újra teremti, új mítoszok keletkeznek. Azért kell a mítosz, hogy az elménk jó szolgálatot végezhessen, ne forduljunk ellenünk. Ne forduljon a saját elménk mi ellenünk. Nekem csak egyetlen bajom van, hogy ez mind nagyon szép, de fogható. Hogy fogható ez a dolog fizikailag? Azt kérdezed, hogy terjeszthető-e? Nem igazán. Azt kérdezem, hogy a mindennapi életben hogy várható valóra? Fizikai valósággal. Hogy lesz jobb az életem ettől magyarul? Hogyha nem hiszek a saját szép mesémbe, akkor önkéntes rabszolgaságra ítélem magamat, úgy, hogy nem veszem észre. És annak viszont rengeteg kártétele van. Igen. Na most ez megtapasztalható. Én azért ragozom egy kicsit mélyebben, mert mondjuk olyan sok boldogtalan ember van, aki úgy nem... kell nekik, majd egyszer megtanulják, hogy kár búbánattal élni, fölösleges, nem érnek el vele sem. Ez nagyon profitél hangzott, ez olyan kiátkozásszerű, nem? De, nem. Úgy kell nekik, azért, hogy lehetne őket fölkarolni? Figyelj ide, azért van teste mindenkinek, mert az megbünteti érte, ha hülyén gondolkodik. Az biztos. Azért élünk a fizikai síkon, mert egyébként élhetnénk szellemi síkon is, de kellett nekünk egy élet fizikai testtel, hogy az leszoktasson a hülyeségről. Szuper! Hol kezdje egy átlagember? Hol kezdje egy átlagember? Igen, a megújulást, vagy a boldog életet, vagy hogy mondjam? Fedezze föl magában, hogy az élet maga örök. Nem csak néhány évtized. Na de maguktól nem tudják. Hát majd megtanulják a kudarcaik és a fájdalmaik miatt. Nagyon sokat ismerek, aki nem tanul a saját kárát. Lehet hülyén meghalni, de van, nincs vége a történetnek. És a hülyén élt emberek itt szellem alakban itt járnak közöttünk, és szaporítják a hülyeséget. Lassítsunk. Tehát úgy érted, hogy a hülyén meghalt emberek szelleme itt jár köztünk? És szaporítják a hülyeséget. De
De... És hogyha nekem az már kellemetlen, hogy besűrűsödik a téveigéskor a szellemi nyomás, akkor abból ki tudok sétálni úgy, hogy szelíd gyógymódokkal rendezem az erőteremet, és akkor nem tudnak megközelíteni. Már csak egyetlen kérdés, hogy ez mondjuk, hogy szép, és mondjuk, hogy értik, már ez nagy csoda lenne, de nem mondjuk, hogy nézzük, hogy értik, de akkor miből éljenek? Tehát miből vegyék meg a kenyeret? Hát egészségesen ugyanúgy lehet a pénzért megdolgozni. Vagyis, hogy jobban, nem? Tehát egészséges jobban. Felfogással tovább lehet kenyeret keresni. Jó, ez jó. Ez nincs ellentvetés ebben szemben. Nincs, ami helytálló ellenvetés lenne. Igen. Hát semmi olyat nem mondok, sem magamnak, sem másnak, ami ellent mondana a jó ízzel megélhető praktikus életnek. Ez igaz. Idáig stimmel. A terjesztett hülyeséget fricskázom ki, hogyha egyáltalán kell rá időt szentelni. Én úgy tudom, vagy úgy látom, vagy úgy hiszem, hogy vannak követőid, akik... Vannak követőim, akik azt mondják, hogy az élet visszaigazolja, amit mondok. Hát ezt örömmel hallom. Nekem nem kell hinni semmit, de mindenkinek van önmagába vetett hite, ápolja azt, és lássuk, hogy mi lesz belőle. Ez mit jelent egyébként, a követőidet tanítod erre? Vagy oktatod őket? Vagy segítesz megvilágosodni, vagy hogy kérdezzem? Ez tudod olyan dolog, mintha volna egy csomó vízesés, és egy bögrével innen is merítenénk, onnan is merítenénk. Oda tartom a bögrémet dolog, ez a felfogás. Felfogok egy kis ivóvizet, megkóstolom. Ha tetszik, kérek még. Ha nem tetszik, megyek tovább. Felfogás. Az előttem lévő példák sokféleségéből tudok meríteni. És hogyha olyan a felfogásom, hogy bevált módszereket alkalmazó emberektől merítek, és ez alakítja ki a felfogásomat, akkor nem fogok önmagam ellen dolgozni. Hogy látod egyébként, a tanítványok már boldogabbak, mint az átlag ember? Tehát sikeres volt a tanítás? A tanítványaim között vannak, akik már nem élnének, és azért most jó példaként tudnak állni emberek előtt. Hát ezt örömmel hallom. Még egy fontos kérdés, hogy mi van a szobrászattal? Ó, az nekem mindennapos dolog. Maga a képzőművészet, az a szívszerelmem, és a maradék életemet is neki akarom szentelni. Vannak újabb alkotások? Látványosan nincsenek. Minden nap készül vagy egy szoborterv, vagy egy színes grafika, vagy azon dolgozok, ami hónapokig is készülhet, és egyszer csak pont olyan, amilyennek szerettem volna. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm én is.